Tubika a feketétől fél. Ebből elég, mondtam, kispinyesznek. És nyomatékképpen, meg mert fájt a hátam a cipekedéstől, kihúztam magam. Kispinyes csak állt, nézte, hogy megy le a nap. Ezt bírja ebben a rohadt nagy, egyforma tepsi alfölben csak, mondta korábban, hogy olyan tágasan tud a nap menni lefelé, mint akinek mindegy. Úgy ereszkedik lefelé ez a geci gyönyörű nap. Kispinyesznek fogékony a szíve, egyedül ő ért meg a társulatból. Most is rászámítok, hogy mellé már, mert ebből elég. És Kispinyesz figyelmesen rám is néz, mi a kurva anyádat akarsz, mondja halkan, szinte megindultan, csak nehogy azzal gyere megint, hogy művész vagy. Ellopta valaki az egyik feszítőrudat, így kezdődött a mai kávárja. Ettől komora kedv. Úgy néz ki a sátor, mint valami ótvar lakodalmas nap után, totyos, mint a lovag, segge. Éppen olyan, amilyen kispinyeszen is van, amikor üget be a manézsra. Már akkor, ha a kicsikét ingerlékeny sikerül annyira benyugtatózni, hogy be lehet vele menni emberek közé. Olyankor aranyos a sziszi, csak megy körbe-körbe. Nincs baja, nem szarik, nem rugdos, mint máskor. Még a tekintete is családbarát, Mocskosú jót tesz neki az apróradalát Valérián a relax. De most hiába, mert annyira belóg a rohadék sátor, hogy a ló úgy sem megy be. Nincs annyi nyugtató. Éreztem, hogy ez rossz jel, hogy elveszett a sátor rúd. Mindenki gyanús, és én utálok mindenki lenni. Utálok gyanús lenni. Többek között ezért is hagytam föl a szereléssel. Pedig arany kezem van. A tenyeremből lettek a BKV-nál örökös Tallós István díjas vagyok. Egy megbízható buszból simán szerelek kettő olyat, ami kimegy csömörig, és csak onnan kell visszavontatni. Viszont addig megvan a napi kötelező járat Egyszerűen nem lehet érteni, mitől indul be. Igazából én magam sem értem, ezt hívják szerintem ikletnek. Ez valami tehetségféle, mert akinek ilyen nincs, az csak azt érti, hogy mitől megy a busz azt nem, hogy mit tesz úgy, mintha menni akarna. A művészi pályám is ott kezdődött a műhelyben. Egy péntek délutáni csúcsra fék nélkül engedtem ki a 107-est. És olyat még nem láttál, öregem. A bosnyákon valamiért mégis megállt. Ezek után arra gondoltam, bennem több van. Engem nem arra teremtettek, hogy ott meg kőbányán. Szigorú világ az. A műhely ablakból látszott a sörgyár, az volt az egyetlen örömem, hogy a dréheres szakik műanyag vödörből itták a sört, kilógatták a lábukat, nézték a halkan fingogató kispestet, és üvöltöttek bele a vödörbe. Milyen szép életek vannak, erre gondoltam akkor. És igen, igen is vannak szép életek, azóta is így gondolom. Felmondtam még aznap, tudtam, művész vagyok, vár a színpad, az önkifejezés, a kiteljesedés fékolajmentesen de egyetlen színházban sem jutottam túl a portán. Bitang dolog volt az. El akartam mondani, hogy mit tudok. De nem tudtam, hogy mit tudok. Csak éreztem, hogy valami feszít. Áltam a tűzoltó utcában, mutattam a beáta növű nőnek a szívem. Ez a kortás művészetek háza kis nagyság. Maga az utolsó reményem. Mondtam neki, mint Leila Hercegnő Obi-Wan Szép göndörasszony volt, nézett rám megengedően, engem már mindenhonnan kidobtak, fogtam könyörgőre. Csak itt megáll, itt csak megállom a helyem, ahol mély a művészet, mint a kút, és adnak az útkeresőknek esélyt. Beáta, foglaltam össze, maga az én asszonyom. Beáta hallgatott, mint a fogyóhold, aztán azt mondta halkan és kegyetlenül, mint egy pedellus, hogy nem. Most akkor rohadjak meg. Ezt kérdeztem magamtól, és bementem a cirkuszba. Már a fővárosi is volt, mondhatom, Hát még ez, ahová kiutaltak, Mártéi hagyományőrző varieté. Én még nem hallottam róla az előtt, de nem volt jobb, hát jöttem. Saját számot ígértek, meg kis tucatnyi egyéb kecsegtetést lóbáltak az elején. Néhány hét múlva megörültem, ha jegyet a kiskapuban. Most arra kérem, maradt a sátoráligatás, és rám szólnak, hogy ne menjek, be az ódáscsoport az ódás csoport közelébe, mert nincs fogam. Kisbinyesnek kevesebb van, ez tipikus kettős mérce. Ott vigyorog az a nyomorult fogatlan a gyerekekre, bőgnek kezdésig, mert olyan büdös a szája, hogy meggyullad, ha köhög. Erre én vagyok nekik a baj. Én még a szakadtökű vattacukros mögé sem állhatok be, hogy én adjam ki a házi kólát. Pedig a művészet nyűgös, fura és mérges dolog. És én tele vagyok méreggel, nyűggel és furasággal. Akkor a művész vagyok, mint rákos borzasztó, és mégsem ért meg senki, hogy fonjan a kezük, amikor húzzák a kötelet, Mert ha előkászálódik szegény tubika, az alúszoros cilinderből. A törött szárnyát alig tudja mozgatni. Az a nyomorult. Ez magában szép, de egészében semmi. Tetűség nyomor, érted? Mert az csalás. Tubika eleve is benne volt a hosszú kalapban, ráadásul Tubika utálott lenni. Amikor veszem elő a kalitkábor, már kuvikkol, eléggé ijetten, És sajnos be is csinál, mert tudja jól, hogy ott a mélyben kusban kell lenni, és hogy feketeség van ott. Tubika a feketétől fél. Ezt én tudom, nekem mondta. Nem galam nyelven, nem is emberi nyelven, hanem más, hogy az érzések inoktakát hozzám. Ezt kéne valahogy bemutatni mondjuk, hogy én tudok más helyet érezni, hogy van szemem a szépre. Megmutatnám, melyik néző szép, és melyik nem. Valahogy arra kellene rájönni a publikumnak, hogy belőlem csak egy van. Én nem vagyok több, nem vagyok olyan. Ha látnák, amit látok, mást látnának, mint amit most látnak. Más lenne miattam a világ, de így, hogy még a takony manésra sem mehetek ki, esélyem sincs. Kispinyes kérdezi, hogy mivel? Hogy mi a szukros véresgeci anyámmal akarok kimenni a manésra? Mert ott csinálni kell valamit. Hát éppen ez az. Ettől rohad a műfaj. Ettől én erőltetett az egész. Hogy rávonnak görcsölve az akcióra. A néző nem hülye. Érti az üzenetet. Hogy mi a baszom Istent kell neki megérteni. Pinyesz. Először is utálom a trágárságot. A másik, meg most éppen jól elvoltam magamban, mit baszogatsz itt. Nem, nem fogok sírni, mert tudom, hogy jó úton vagyok. Ha nem ejtél az artista a az nem igazi butatvány. Antik csak kézügyesség. Az a csoda, ha leesik, de nem baj. Végig menni a kötélen. Éppen valami. De okosan leesni. Úgy, hogy megütöd magad szívből, mint egy állat. És nem baj, rohadjon meg, nem baj. Na ez lenne az új vonal. Bejössz egy neveletlen kutyával, és mondod neki a hölgyeim és uraim előtt, hogy hopp, zokni, hozd vissza. A kutyát meg nem is így hívják, vagy szarik rád. De mindenki érti, hogy így van. Ilyen szutyos az élet, hogy a kutyát szarik rád, vagy egyenesen más kutyája. De ez így mindenkinek jelent valamit. Hogy nem pattog az a korcsgané, mint egy robot. Ez már új lenne. Művészet. Látnád, hogy az van, ami van, és nem az van, ami nincs. Hagyjál, pinyeszt ne lögdös. Rohadjon ki a maradék fogad, ha megint bezász Lionka mellé. Még hogy öreg, meg ez bazd meg. Ne vidd el a kulcsot. Nem, nem ez a művészet, ne hagyjál itt. Pinyi, gyere vissza. Na jó, nem vagyok művész, esküszöm. Csak ne hagyjál itt egész kibaszott éjszakára megint. Köszönöm szépen.